Ez bármi furcsa, de az én szakmám olyan, hogy ez nem tőlem függ, hogy én mit csinálok. Tehát attól függ, hogy hova hívnak. És az mondjuk elég jó, hogy nagyon sokféle, hát hogy sokféle dolgot kell csinálnom, vagy sokféle dolog közül lehet választani, vagy sokféle karakterre hívnak. De szerintem egyetlen egy színész sincs olyan. Tehát sajnos, vagy nem sajnos, ez nem úgy működik nálam, mint Hollywoodban, hogy van valami, amit aztán az ember 30-40 évig ugyanúgy játszik, hál' Istennek nálunk nagyon sokféle dolgot lehet játszani. Mindig a kedvenc darab az, amit az ember majd most fog csinálni, aztán... De ezek olyan dolgok, hogy... Szerintem attól nem lehet megunni valamit, hogyha az nagyon sokféle. És aztán éppen ezért az a jó, hogyha nagyon sokféle dolgot lehet csinálni. Hál' Istennek nagyon sokféle dologra volt lehetőségem, hogy csináljak, vagy rendezzek, vagy előadásokat hozzunk létre, akár prózát, akár zenéset. Tehát amikor én igent mondok valamire, akkor az a legfontosabb. Tehát azután az ember már nem értékeli azt, hogy így vagy úgy, hanem akkor azt megpróbálja nagyon tisztességgel megcsinálni. Az jó, hogyha sokféle dolgot lehet csinálni. Vagy nem kell egyfélét csinálni, hanem ilyet is, olyat is, amolyat is lehet csinálni. Mindenhol különleges, ugye voltam egyrészt nagyon olyan országokban, nagyon közeli a kultúránk, és voltam, vagy dolgoztam olyan országokban, ahol nagyon távoli a kultúrájuk hozzánk, vagy nagyon másmilyen. Természetesen mindig az sokkal érdekesebb, amikor mondjuk az ember a Szöuli Nemzeti Színházban többször dolgozik, mert ugye az egy nagyon másik kultúra, vagy Kínában is nagyon másmilyen a kultúra. Most nyáron fogok menni, majd jövő nyáron Ecuadorba operát rendezni, biztos az is nagyon-nagyon másmilyen lesz. De mindenhol máshol másmilyen a kultúra, tehát Európán belül is. Ugye én azt gondolom, hogy egy népet vagy egy országot leginkább ugye a kultúrája jellemez, és éppen ezért abban nagyon nagy különbségek vannak. És az egyrésztről jó, másrésztről meg nehezebbé teszi a dolgot, hogy az ember valahogy olyat tudjon csinálni, aminek valóban van egy valódi beágyazottsága, vagy egy valódi jelentése. Tehát, hogy értik-e azt, amit az ember ott csinál. És ez mindig kérdés, vagy mindig felmerülő probléma. Figyelni kell mindig arra, ami ott van, de mindenhol másmilyen dolgozni. Nem máshogy dolgozom, de mindenhol másmilyen dolgozni, mert mindenhol minden mást jelent. És más habitusok az emberek, és más érdekli őket a társadalmilag, egyénileg, tehát hogy ezek mindig ilyen nagyon jó kultúrantropológiai kirándulások, amikor az ember valahol máshol dolgozhat, nem a saját közegében. Jártam, épp azt meséltem itt valakinek, hogy nem jön vissza semmilyen emlék. Volt ez a Horváth István színjátszó napok. Azt hiszem, hogy ilyesmi volt, és szerintem gimnazista voltam, tehát egy ilyen 15-16 éves, annak idestem van 35 éve. Akkor voltam itt, és hát egyrészt itt nem jön vissza semmi, pedig szerintem itt játszottunk. Biztos, hogy itt játszottunk. Vagy lehet, hogy valami tornateremben játszottunk, nem tudom, már nem emlékszem. De hogy egy teljesen más várost lehetett most látni, hogy az ember bejött, mint ami így élt benne, hogy ez milyen volt 35 évvel ezelőtt. De azóta nem voltam. Láttam a szobrokat, meg mindenféle ilyesmit láttam, meg az, hogy egy ilyen rendezettség van a városban. Legalábbis azon az úton, hogy az ember bejön a városba, azért feltűnően rendezettség van. Azt szoktam mondani, hogy ilyen hobby piktor vagyok, tehát hogyha én nem lennék ilyen, hogy mondjam, színoman ismert pofa, akkor mondjuk szerintem nem sok embert érdekelnének azok, amiket én csinálok, de mindegy, mert engem nagyon érdekel a képzőművészet, vagy nagyon szeretem a képzőművészet. Úgyhogy ez nekem nagyon jól esik azzal, hogy pepecselni, meg azt szoktam mondani, hogy az azért jó, mert nem kell hozzá még egy ember. Ugye egyébként én bármit csinálok, ahhoz minimum egy ember kell még. Ez csak azért ilyen feltűnő szerintem, mert hogy az én foglalkozásom olyan, ami így a nyilvánosság előtt zajlik. De egyébként mindenki ugyanennyi mindent csinál. Tehát, hogyha végig gondolja bárki a saját életét, az ugyanúgy ide megy, oda megy, ezt csinálja, azt csinálja, amaz csinálja. Tehát, hogy mindenki ugyanennyi félét csinál, csak hogy
én, amit csinálok, azt általában sokan látják. És akkor ezért olyan, mintha én sokkal többet dolgozik, mint mindenki más. De közben szerintem mindenki ugyanennyit dolgozik, hogy jusson valamire. Az, hogy az ember délelőtt próbál valamit, este játszik valamit, és közben mondjuk esetleg tévézik, vagy eljön Kazinc Barcikára, vagy bármi, ezek azért nagyon más típusú dolgok, tehát nem ugyanazt kell csinálni. Viccesen úgy szoktam azt hívni, hogy celebsimogató. Igen, mert, de ez nagyon szeretem, mert nem értenék félre, de hogy tényleg ebben benne van az, hogy lássuk élőbe, ami egyrészt nagyon hízengő. Van, ahol mernek kérdezni, és van, ahol nem mernek kérdezni, de szerintem ez nem is merés kérdés, hanem az estnek a hangulatából adódik, vagy az, hogy milyen, hova jut a beszélgetés, vagy mikről beszélünk, és akkor viszont utána meg mernek. Inkább utána szoktak megvárni és kérdezni.